16 éve született Semmelweis Ignác életében egyszerre volt jelen a tehetség és zsenialitás, tudás és kitartás, amely a beteg ember önzetlen szeretetével és tiszteletével párosult. Semmelweis 1844-ben kapta meg a doktori diplomáját Bécsben, majd sebész és szülésmesteri oklevelet szerzett 1946-ban. Ezt követően tanársegédi állást kapott a Bécsi Közkórház szülészeti osztályán. Képzettsége révén tehát rálátása volt a korabeli sebészeti szakterületek széles spektrumára. Nem véletlen tehát, hogy megfigyelései a későbbiekben nem csak a szülészet, hanem a többi operatív orvosi osztály működését is befolyásolták. Születésének évfordulóján mindig feltetjük a kérdést. Hasznosíthatunk-e ma valamit abból, amit Semmelweis felfedezett a mindennapi klinikai munkában? A válasz mindenképpen igen. Semmelweis munkássága értékelhető úgy is, hogy azok az elvek, amelyeket a gyermekágyi láz megelőzése kapcsán megállapított, ma is hatást gyakorolnak például a kórházi fertőzések megelőzésére. A Semmelweis által kialakított szemlélet beépült a kórházban szerzett fertőzések mai modern feltérképezésébe, vizsgálatába és felügyeletébe. Megfigyelései a korszerű sterilizálási rendszerek kidolgozásához is hozzájárultak a sebészetben, a transzplantációs sebészetben és a többi operatív szakmában egyaránt. Semmelweis életműve megítélésem szerint egy másik fontos üzenetet is hordoz. Nevezetesen azt, hogy legyünk fogékonyak az orvostanhallgatók és a fiatal kollégák új, néha merésznek tűnő innovatív felvetéseire, legyünk nyitottak az újra, és adjunk teret és lehetőséget az ehhez kapcsolódó konstruktív szakmai vitáknak. Ne feledkezzünk el az úgynevezett Semmelweis reflexről, próbáljuk elkerülni azt, hogy a fiatal munkatársaink jó ötleteit reflexzerűen elutasítsuk. A mindennapi gyakorlattól eltérő szemléletmód, az eredeti gondolkodás ugyanis gyakran új utakat nyithat a kutatásban és a betegellátásban egyaránt. A Magyar Egészségügy Napja a magyar orvostudomány legnagyobb nemzetközi tekintélyű, máig legismertebb és legelismertebb orvosának születésnapja, amelyen alkalmunk nyílik felemelő hivatásunk ünneplésére, és egyúttal vissza- és előretekintésre is. Egyetemünk az orvoskar alapításának 200. évfordulója 1969 óta viseli Semmelweis nevét, személyisége és egész orvosi hitvallása kifejezi a mi magyar orvosi hitvallásunkat. Kezeljük mi is olyan gonddal és lelkiismerettel betegeink ügyét, mint amellyel Semmelweis Ignác vívta harcát felfedezésének elismertetéséért. Olyan környezetet és légkört kell teremtenünk, hogy az eredetiség, a lényeglátás ne halljon ki. A kutatás, az új utak keresése és támogatása az egész közösség ügye legyen. Egyetem vezetőjeként eltöltött második tanév záróünnepségén engedjenek meg egy rövid értékelést. Az első, a 2012-13-as tanév az egyetemi folyamatok áttekintésének és megismerésének éve volt. A tanulságok alapján összhangban a meghirdetett rektori programmal megteremtettük a felsővezetői struktúrátalakulás
kodifikációs alapjait. A második évben, a 2013-14-es tanévben pedig megvalósítottuk a megkívánt szerkezeti és elengedhetetlen személyi változásokat. Az intézkedések végrehajtásával a helyzetértékelés és a szerkezet átalakítás mára befejeződött. Hitem szerint ezzel nem csak az elkerülhetetlen korrekciók és kiigazító intézkedések végére érkeztünk, hanem már elkezdhetjük élvezni a változások gyümölcseit is, és minden erőnkkel az előttünk álló új feladatokra összpontosíthatunk. Számos új szabályzatot fogadott el a Szenátus ebben a tanévben, amelyek mind a Semmelweis Egyetem működtetésének jogszerűbbé és racionálisabbá tételét tűzték ki célul. A szabályszerűség fokozása először óhatatlanul a megszokott és elfogadott gyakorlat megtorpanásának érzetét kelti. Ugyanakkor a múltban kötött előtelen szerződések felszámolásával éves szinten mintegy 1,5 milliárd forintnak megfelelő pénz kiáramlását tudjuk megakadályozni. Ezúton szeretném megköszönni a programot megvalósító vezető munkatársaim fáradozásait. Az egyetem egész közösségének is köszönettel tartozom azért, hogy megértésükkel és tárgyszerű visszajelzéseikkel elősegítik a jogi célszerűség, vagyis az Kylla és Karybdisz közötti nehéz navigációs feladatok megoldását. Egy ország nehéz helyzetéből mindig is a képzett, cselekvésre kész, önzetlen emberek jelentették az egyetlen igazi kitörési pontot. Az egyetemeknek pedig ebből a szempontból mindig kiemelt jelentőségük volt a történelem során. Éppen ezért Szent Györgyi Albert szavai az egyetem hármas feladatáról ma aktuálisabbak, mint valaha. Az egyetem legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása. A haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével. Rektori terveimet a jövőben is a Nobel-díjas tudós mutatása szerint kívánom megvalósítani. Semmelweis Ignácra emlékezünk a mai napon, aki a legnagyobb magyar orvos állandó jelzőt is viseli. Mit tanít nekünk élete? Tehetségét és szorgalmat, a tudomány és a betegek iránt, betegember iránti feltétlen odaadást és alázatot. Semmelweis Ignác nem csak a gyermekágyi láz elleni küzdelem legnagyobb alakja, hanem romantikus hős is volt, akit Markusovszkit idézve, a tanért, melyet hirdetett, nem csak szóval küzdeni, de életével is jót állani kész volt. Ennek a példának követéséhez kívánok mindannyiunknak, tanároknak és diákoknak, a katedra mindkét oldalán észt, erőt, szent akaratot és erkölcsi szilárdságot. Megemlékezésünket a Kopp Mária Média Díj és hírszerkesztő díj átadásával folytatjuk.